távfődíj emelés elutasítva. Az önkormányzat úgy döntött, inkább kivizsgálják, hogy miért veszteséges a fűtés működtetése. Kormányablak lehet az ifjúsági klubból. Egy elképzelés szerint a polgármesteri hivatal okmányirodája megszűnhet, az új típusú ügyfélszolgálatot pedig a Károly Király úton alakítják ki. Önkéntesek tüntették el a graffitiket és a rongálás nyomokat a buszvégállomás épületéről. A rendvetételt a polgárőrök vállalták magukra. Kivágott fák csonkjai és befejezetlen balesetveszélyes terasz. Az Árpád utcai nyugdíjas klubnak helyt adó ingatlan problémáiról a képviselőtestületi ülésen is szó volt. Nem lesz távfődíj emelés. Jó estét kívánok! A képviselőtestület nem engedélyezte a BTG-nek a drágítást, helyette úgy döntöttek, egy vizsgálatot kezdenek, hogy kiderítsék, mi okozza a veszteséget. És kap anyagi támogatást az atlétikai klub, ebben most egyetértés van, korábban viszont nagy vita volt. Akkor azt kifogásolták többen is, hogy egy frissen alakult klub, amely nem rendelkezik eredményekkel, miért kér pénzt az önkormányzattól. Azóta lett nem kevés eredményük, ezekről mi is beszámoltunk itt a Budaörsi TV-ben, és lett megegyezés is arról, hogy a klub a BSC-be tagozódva működik, majd így elhárul az a kifogás, hogy két párhuzamos tevékenységet támogatna az önkormányzat. Következik a testületi ülés összefoglalója. Az elmúlt 10 év talán leggyorsabb és leghatékonyabb ülését tartotta a Budaörsi képviselőtestület júniusban. Alig másfél óra leforgás alatt több mint 60 előterjesztést vitatott meg. Módosítottak több rendeletet, köztük az állattartásról szólót is, szigorítva a Szabadság és Károly Király út környéki baromfi és nyúltartást. 2012. december 31-éig telekalakítási és építési tilalmat rendeltek el a Szabadság út, Lejtő utca, Koszorú utca által határolt területre. Módosították a vállalkozások helyi támogatásáról szóló rendeletet is. Ezentúl csak a kisvállalkozások pályázhatnak önkormányzati segítségre maximálisan 2 millió forintig. Az elnyert összeg elsősorban munkahelyteremtésre, gépek, berendezések beszerzésének a támogatására fordítható. Terítékre került a legtöbb nyári felújítási munka, beruházás is. Ezekkel kapcsolatban leginkább anyagi jellegű kifogások fogalmazódtak meg. Itt alapvetően, úgy, ahogy a pénzügybizottságon is megfogalmazásra került, és nem tudom, mert Áron nem volt itthon, hogy végül sikerült kijutnod, nem sikerült kijutnod. Tehát ugye arról van szó, hogy megnéznénk ezt a labdafogó álló cseréjéről, hogy ez mitől 17 vagy 18 millió forint, mert ezt egy kicsit sokaljuk. Alapvetően mindegyik tételt kicsit soknak tartotta a bizottság. Arról kaptunk ígéretet egy osztályvezető úrtól, hogy megpróbálja minimálisra szűkíteni, és a most elfogadásra nem kerülő 2B-ket pedig újra felülvizsgálják. A Kesár iskola kerítésénél a tervező egy épített kerítést tervezett, mi Sántáron képviselőúrral meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az OLÉ program keretén belül egy ilyen labdafogó háló típusú kerítés megépítése az megvalósítható, az lényegesen kisebb összegből tehető meg, tehát ott biztos változás lesz. Ezek tervezői költségbecslés alapján vannak a számok, értelemszerűen közbeszerzési pályázat kiírására kerül sor, ahol a verseny során a valós árak fognak megjelenni, már így egy módosított tervezési tartalommal. A magam részéről egyeztetnék majd itt a ügyosztályvezető úrral, hogy a napokban menjünk ki. Én megszereztem közben ennek a labdafogó hálós kerítésnek, ami az OLÉ programos pályáknál van, a műszaki leírását. Én azt gondolom, hogy egy bekerített iskola udvaron fölösleges ilyen épített kerítést építeni, hanem ezekkel a labdafogó hálókkal meg lehet oldani. Úgyhogy ezt akkor majd egyeztetjük egymással. Bíró Gyula BF és képviselő Hárspó utcai iskola játszóudvarának kialakítására felszabadítandó 17,1 millió forintot is soknak tartotta. Itt most az első ütemről van szó, ahol a területnek az előkészítése fog megtörténni. Én a magam részéről azt mondtam, és nagyjából szerintem mind a két bizottság ezzel egyet is értett, így alakult ki az 1-9, illetve 7-1 hangú, igen, hogy természetesen induljon el, már régóta várjuk, de az a kérésünk, hogy amikor a játszószerekről szó lesz, akkor az újra kerüljön vissza, mert azokat igen-igen drágának tartjuk. Annyival egészíteném ki, hogy azt javasolnám, hogy a játszóeszközök konkrét megbeszélésének kapcsán tartsunk egy egyeztetést az iskolában, az iskola vezetésével is, ugyanis olyan hírek is érkeztek, hogy a szülői közösség is
a füvesítésből kivenné például a részét. Tehát nyilván akkor itt meg kéne velük beszélni, hogy ennek milyen meg milyen módozatai lehetnének, úgyhogy azt javasolnám, hogy legyen egy egyeztetés az iskolával, az iskolában erről a területről. A testület végül az előterjesztéseket 15 igennel támogatta. Így támogatták a közterületfelügyeleti szolgálat bővítését is. A pénzügyi bizottságon a módosítani indítvány arra irányult, hogy ne csak a szombat este és a vasárnap kerüljön a közterületfelügyeleti szolgálat kibővítésre, hanem már a péntek este időszakában is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan segítség lehet, ami megoldja azokat a régen húzódó problémákat, amiket itt Bíró Gyula a lakótelep kapcsán, jó magam a templom tér kapcsán mindig felvetünk. Én azt szeretném kérni a közterületfelügyelettől, hogy ezeken az estéken különös figyelemmel ellenőrizze azokat a területeket, ahol a köztudottan problémás gócpontok jelentkeznek. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a javaslatnak, és ez egy nagyon fontos lépés szerintem, hogy a hétvégére is ki tudtuk terjeszteni ezt a feladatot. Én is egyetértek vele, és én itt most az előterjesztésben csak azt nem értem, hogy ez a vasárnap nappal ez most hogy került bele, mert eredetileg benne éjjel volt. És igen, szerintem nem igazán jellemző, a vasárnap nappal tőlem benn maradhat, csak az kerüljön be, hogy pénteken. Az egy lényeges. Pénteken este éjjel is legyen, ne csak a szombat éjjel is vasárnap. Igen, így van ezzel, amire az Áron is és én magam is az elején fölhívtam a figyelmet, hogy így szavazunk róla. A testület egyhangulag fogadta el az előterjesztést. Nem támogatták viszont a távfő díj emelésére tett javaslatot. Helyette arról döntöttek 13 igen és 2 tartózkodás mellett, hogy egy gazdasági vizsgálatot kezdeményeznek annak felmérésére, hogy mi okozhatja a távfőszolgáltatási üzemekben keletkezett veszteségeket. Döntöttek viszont a Budaörsi Atlétikai Klub támogatásáról, további sorsáról is. Azt hiszem, hogyha kicsit okosabban csináltuk volna, akkor ebből kevesebb vihar is adódhatna, vagy adódhatott volna, de szerintem ebből már mindenki levonta a tanulságokat, és nem szeretném felmelegíteni. Én annyit tennék hozzá, hogy a kettes pontot azt mindenképpen megszavazom, a másik kettőnél tartózkodni fogok, bár az is elfogadható, és nagyon remélem, hogy az, ami ezzel kapcsolatban álláspont a kettesben megfogalmazódik, és az az álláspont, hogy az önkormányzat azért az ilyen jellegű kérdésekben az adhok alakuló egyesületeknél legyen visszafogott a jövőben, ezt majd valahogy kezeljük. Gyula azt állítja, hogy ilyen jellegű döntés már korábban volt, ezt majd meg kell nézni. Minden esetre, ha azt teljesülni fog, hogy ez a szakosztály a BSC-n belül működik, akkor szerintem teljesen rendben van, és a utóbbi időben elért eredmények meg erre jó alapot adhatnak. Én nem kívánom itt az eredmények most már hosszú sorát felsorolni, csak pusztán egy tárgyi dolgot, hogy mind a BSC vezetőségével, mind az atlétikai klub vezetőségével beszéltem, és mind a ketten azt mondták, hogy igenis a jövőben a BSC atlétikai szakosztályaként fognak működni. Tehát nem teljesen, ezt így nem lehetett leírni az előterjesztésben, úgyhogy ezért van az, hogy felkérjük arra a két klub vezetőségét, hogy vizsgálják meg azt, hogyan tudnak majd együttműködni, de mind a ketten ígéretet tettek, és én ennek alapján nyújtottam be ezt az előterjesztést, hogy most ebben az egy évben akkor támogatjuk az atlétikai klubot, de természetesen jövőre a BSC keretén belül szeretnénk ezt a támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy az atlétikai klub által igényelt támogatási összeget most egy fél év elteltével, vagy 4 hónap elteltével mégis megkapja, tehát tudnak tovább sportolni, tudnak tovább működni, gyermekek edzése, serdülők, juniorok versenyeztetése és a felnőtt magas szintű versenyzők is ezt jelenti. A második pont arról szól, hogy felkéri a képviselőtestület az atlétikai klubot, hogy tárgyaljanak a Budaörsi Sportklubban arról, hogy a jövőben egy közös együttműködés keretében működnek tovább. Önmagában én ezt egy jó ötletnek tartom, nem csak a Budaörsi Atlétikum esetében, hanem akár minden egyéb sportegyesület esetében a városban. Pont magam voltam az, aki sajtótájékoztatón elmondtam, hogy mindenképpen tisztává kell tenni a sporttámogatásoknak a rendszerét. Ez egy olyan rendszer is lehet, ha ez jól van megalkotva, hogy egyetlen egy sportklub fogja össze, és olyan módon legyenek elosztva a pénzek. Mindenképpen egy tiszta helyzetet szerettem volna, és a Budaörsi Sportklub bővítése és a minden egyéb ehhez kapcsolódó SMS egyéb hozzárendelése alapot adhat arra, hogy ez egy kiszámítható dolog legyen, a sporttámogatások akár eredményen orientáltan, akár egyéb
elvárásoknak megfelelve tényleg kiszámítható és igazságos legyen a sporttámogatások elosztása. Egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, Tamási Áront szeretném idézni, az igazságot is meg lehet szokni. Amit én kifogásoltam az Egyesületnél, hogy eredmények nélkül kívánnak támogatást kérni, és úgy tűnik, hogy ezt elfogultság nélkül állíthatom, hogy megcáfoltak azokkal az eredményekkel, amiket az utóbbi hetekben, hónapokban elértek. Tehát én, és ehhez gratulálok is, két országos bajnokságot nyertek a váltóban a Budaörsi Atlétikai Klub versenyzői, úgyhogy az első szó a gratulációé, és azt gondolom, hogy bizonyították azt, hogy ennek a szakosztálynak igenis van létjogosultsága Budaörsön. Nagyon örülök annak a megállapodásnak, amit most a testület hozott, illetve ennek a határozatnak, és amit elfogadott a másik fél is, hogy a Budaörsi Sportklubon keretein belül fog működni ez a felnőtt atlétikai szakosztály, ahol rendezett anyagi körülmények között tudnak ezek a, hál' Istennek, még mindig eredményes sportolók sportolni, és én is, mint sportember és mint testnevelő tanár igyekszem ezt támogatni, mert így mindenféle feltétel nélkül támogatható az új felállás. Az ülést követően ünnepélyes körülmények között átadták az idei Budaörs egészségügyi érdíjat és a Szakályi Mátyás pedagógus emlékérmeket is. A testület döntése alapján kiemelkedő orvosi munkáját 2012 nyarán dr. Tóth Mária Magdolnának ismerték el. A pedagógusok közül pedig Csereglei Ferencné óvodapedagógus, Csordásné Bodnár Anikó, Pillerné Balla Judit és Prohászka Jánosné vehette át a városi elismeréseket. Rendezetlen az Árpád utcában a nyugdíjas kluboknak helyt adó telek kertje. A problémáról napirend előtt volt szó a testületi ülésen. Hamarosan ezt és a többi hozzászólást is megmutatjuk, de előbb arról, hogy kormányablakká alakulhat az ifjúsági klub. A közigazgatás átalakításának része, hogy ilyen az ügyfeleket egy helyen kiszolgáló intézményeket hoznak létre, és felmerült, hogy ennek a legjobb helye ott lenne, ahol most szórakoztató és kulturális létesítmény üzemel. Az elképzelés része az is, hogy ezzel együtt megszűnhet az okmányiroda a polgármesteri hivatalban. Az ügyben azonban végleges döntés még nincs. Jövőre mindössze 200 millió forintot szán a kormány drogprevenciós pályázati forrásra, így csak az esetleges támopos uniós pályázatokra számíthatnak a terület szakemberei. Azokat viszont még nem írták ki, azaz nem igazán rózsás a helyzet, mondta Vitinkov Tamás budaörsi polgármester a Városházán tartott legutóbbi drogstratégiai konferencián. Bár van egy jó működő rendszer, ennek viszont a további sorsa még tisztázatlan. A város drogprevenciós programja, stratégiája, hogy valójában mit kell annak érdekében tennünk, amit pár évvel ezelőtt készült ESPAD vizsgálat feltétlenül bizonyította, az, hogy milyen hiátusok vannak, mi az, ami feltétlenül szükséges. Ilyeténképpen ugye ennek a témának van egy stratégiája és van egy taktikája. A stratégiát, mint mondtam, azt már megfogalmaztuk, bár ismét meg kell újítanunk a város drogstratégiáját. A taktikai rész az, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, kiknek a bevonásával. Ez korán sem egyszerű annak ellenére, hogy a város ifjúsági, szociális és oktatási szakembereinek a bevonásával keresik a 2013-tól alkalmazható megoldásokat. Ők viszont jelenleg nem tudják azt, hogy milyen közigazgatási keretek között, milyen intézményi hálózatban és milyen forrásokból végezhetik majd ezt a nem kis feladatot. Ennek kapcsán egy cikkből is idézett a budaörsi KEF vezetője. A járási kirendeltségekkel kapcsolatos, hogy a legfrissebb tervek szerint Budaörsön 4 darab ügyfélkapu fog üzemelni, ezzel szemben a járásközpontban, azaz Budakeszin 14 lesz. Vitinkov Tamástól azt is megtudtuk, hogy a minisztérium Budaörsön látogató delegációja részéről felmerült az az ötlet is, miszerint a kormányablakok az ifjúsági klubban kerüljenek kialakítása. Na hát ez egy furcsa történet, vagyis nekem a felolvasottaknak az a, vagy a felolvasott szövegnek az a, az üzenete, hogy hát sajnos ismét be fog zárni az ifjúsági klub, tehát a város ifjúságának nem lesz klubja. Márpedig ez nagyon fontos annál is inkább, mert hogyha mi a tiltásról beszélünk, csak akkor beszélhetünk tiltásról, hogyha is csak akkor van erkölcsi alapunk ahhoz,
hogy tiltsuk a kábítószer fogyasztását, hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy legalább azzal egyenértékű örömforrás tudunk biztosítani a gyerekeknek. Egy ilyen örömforrás lehetne például az ifjúsági klub, csak kérdés az, hogy lesz-e. A dolog az úgy néz ki, hogy itt jártak a minisztériumból, illetve a kormányhivatalból felmérendő, hogy a jövőbeni még sokak által általunk sem ismert közigazgatási reformnak nevezett valamihez milyen területeket tudnának felhasználni. Ugye nevezetesen arról van szó, hogy a jövőben Budaörs városa a budakeszi kistérséghez fog valamikor tartozni, ami hát egy elég vicces történet, önmagában is. Annak kapcsán, amikor kijöttek hozzánk, hogy felmérjék, hogy hol működhetnének ezek a kihelyezett valamik, amik a budakeszin működő járásközpontnak valami a féle alközpontjai lennének, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen nekik a legjobban az ifjúsági klub épülete tetszik, és hogy valahol 4 munkaállomást állítanának üzembe ott a kormányablak néven. Most ehhez hozzátartozik az, hogy az okmányirodát megszüntetni gondolták ezen gondolatmenet kapcsán. A jelenlegi okmányirodánk az 15 munkaállomással működik, és nem csak budaörsieket lát el, hanem térségi feladatot lát el. Most ehelyett Budakeszin lesz nem tudjuk hány, és itt meg ugye így merült fel az ifjúsági klub. Én azért nem hiszem, hogy ez egy normális ötlet, és azt sem gondolom, hogy ez így fog megvalósulni, de nagyjából mutatja annak a komolyságát, amit itt ma a közigazgatási reform címén emlegetnek többek. Mind a mellett, hogy felmérték a helységeinket, nyilván a jelenlegi okmányirodánkat is megnézték. Meglepődtek, hogy itt 15-16 ablak van. Nyilván a logikus számomra az lenne, hogy ha feladatot átadjuk, akkor átadunk ezzel 4 ablakot, és egy helyen tudják majd intézni a lakosok az intézni valójukat. Hogy mi is lesz a végső alternatíva, az még nyitott. A helyzet minden esetre kellően bizonytalan. Mi a drogprevenciót nagyon fontosnak tartjuk, ehelyett azt látjuk, hogy kriminalizálják a dolgot, ami biztos, hogy nem a megoldás felé visz el. Azt is látjuk, hogy a különböző programokra jelentősen kevesebb pénz van a központi forrásokból, és azt is látjuk, pontosabban azt sem látjuk, hogy jövőre milyen pénzből fogunk gazdálkodni, vagyis hogy azokra a feladatokra, amikre mi jelentős mennyiségben áldoztunk, oktatás, egészségügy, szociális ellátás és így tovább, és hát természetesen azoknak az élettereknek a megteremtése, ahol mondjuk a fiatalok értelmesen töltetik el az idejüket, nem tudjuk, hogy milyen forrásaink lesznek jövőre, cserében azért, hogy központosítják a különböző feladatokat. Szóval a kép nem túl pozitív, ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy túl negatívra festem a jövőt, én szívesen festek más színekkel, minél élénkebbekkel, meg szívesen tervezek, csak ahhoz azt kellene tudni, hogy milyen stabil környezetben tudunk gazdálkodni. Budaörs fölépítette azt a gazdasági hátteret az elmúlt 20 évben, amivel magát el tudja tartani, de ha ezeket elvonják, ezeket a forrásokat, ráadásul nem tudjuk, hogy milyen mértékben, akkor nagyon nehéz észszerűen gazdálkodni. Ezeket a problémákat, nyitott kérdéseket próbálták meg a konferencián tisztázni a résztvevő szakemberek segítségével. Ennek a konferenciának az a célja, hogy szemtől szembe fett-to-fett mondjuk el mi a véleményüket, kéréseinket, és az az újdonság ennek a konferenciának, hogy meghívtam mindazokat a kompetenciával bíró döntéshozó képviselőket, ilyen a Szociális és Egészségügyi Bizottság, ilyen az Oktatási Bizottság, teljes létszámban részt vesznek, és hát elmondjuk, hogy hányadán is állunk. Ha a teljes bizottsági tagság nem is jött el az egyeztetésre, azok elnökei és a szakirodák vezetői azért képviseltették magukat. Ők próbáltak meg a kefes vezetőkkel közösen egy továbblépési alternatívát megfogalmazni a konferencia tapasztalatai kapcsán. Kivágott fák csonkjai, amelyekben könnyen elbotolhatnak az idősek, és befejezetlen balesetveszélyes terasz. Ez a jellemző az Árpád utca 4-es számú ingatlanra, arra a házra, amely most a nyugdíjas kluboknak ad helyet. A gondokról a múlt heti testületi ülésen napirend előtt volt szó, mint ahogy arról is, hogy hajléktalanok élnek az ótemetőben a ravatalozó mellett, illetve hogy a Domb utcában és a Víg utcában hetek óta tart a járda felújítása, nehéz a közlekedés arrafelé, pedig a munka napok alatt elvégezhető lenne. Egy égető probléma megoldásához kért segítséget Laci Zoltán, szocialista képviselő napirend előtt a képviselőtestületi júniusi ülésén. Az Árpád utca 4 szám alatti nyugdíjas ház udvarán
hát uralkodó, hát mondhatni áldatlan állapotok miatt kértem napirend előtt szót. Az utóbbi hetekben többször meghívtak a nyugdíjas házba, különböző nyugdíjas szervezetek, nem utolsó sorban, amiatt, hogy lássam, hogy néz ki ez az udvar. Ugye hát idős emberekről van szó, ott bokrokat írtottak, különböző tereprendezési munkák folytak, de az egész gyakorlatilag befejezetlennek tekinthető, gödrös, dimbes, dombos, szegény nyugdíjasok ott bukdácsolnak ezeken a gödrökön, meg bokormaradványokon, meg farönkökön keresztül. A másik probléma pedig, hogy tulajdonképpen az épület felújítása befejezetlen. Ha valaki elmegy és megnézi, az épület háta gyakorlatilag nincs kész, a hátsó terasz befejezetlen, a följárati lépcsőnek nincs korlátja, az esőcsatorna hiányzik. Tehát így ilyen állapotban persze lehet használni ezt a ideiglenesnek tekintető nyugdíjas házat, de hát azt hiszem, hogy évekig még ideiglenes lesz ez a nyugdíjas klub, és azt gondolom, hogy be kellene fejezni. Az Árpád utca 4 alatt a nyugdíjas klub ideiglenes jelleggel lett elhelyezve. A képviselőtestület elfogadta az Árpád utcai iskolának a bővítésére vonatkozó tervezését, és a tervezők el is kezdték a munkát, vele is kezdjük a munkát. Több lehetőség van, ugye ott 3 ingatlan van a tervezési program, hogy kerül megvalósításra, az elkövetkezendő időszakban lesz véglegesítve. Ennek függvényében dől el magának ennek az épületnek is a sorsa, tehát az Árpád utca 4 alatt levő nyugdíjas klubnak a épületének a sorsa. Azután lehet véglegesen dönteni, de természetesen az ilyen típusú tereprendezést, ami ott akadályokat jelent, vagy akadályok a mozgásban, azt azonnal meg fogjuk tenni. Kálócz Imre, a Fidesz-KDNP frakció vezetője, az ótemetőben tapasztalt új probléma megoldásában kérte a város és a rendőrkapitányság segítségét. Az ótemetőnek van egy ravatalozója, ahol néhány hónap ezelőtt nagyon sok hajléktalan költözött be, és én azt szeretném kérni a közterület felügyeletet, illetve a rendőrséget, hogy nézzenek már ennek utána, mert kicsit nyugtalanítja az ott lakókat az, hogy tényleg most már éjjel-nappal ott vannak. Kálócz Imre képviselőtársamhoz kapcsolódnék annyiban, hogy ez a bizonyos ravatolózó, hogy az egyházközségnek a felügyelete meg tulajdonában áll, és valóban érzékeltes ez a probléma, tehát többször előfordul az Imre által felvetett hajléktalan probléma, úgyhogy én is kérem, hogy ebben lehetőleg lehessen lépni. A másik pedig kicsit kínos ezt felvetnem, a kátyú kérdés, ugyanis ez már a harmadik testületi ülés, amikor a napi rend előtt kérem, hogy 2 darab kátyút a körzetemben, nem az összeset, 2 darabot, ami olyan helyen van, ami veszélyes, tüntessen el az illetékes sürgősséggel. Ugye az egyik az Aradi utcának a felső szakaszában egy ilyen nagy süllyedése az útnak, és a Kessel iskola alatti kis hídnál lévő, szintén pont a kerék járatban lévő, vagy annak közelében lévő kátyú. Császárné Kollár Tíme, a jobbikos képviselő egy közlekedési problémára hívta fel az illetékesek figyelmét. A Domb utca, Víg utca környékén lakóknak az elégedetlenségét szeretném tolmácsolni, hogy hetek óta áldatlan állapotok vannak ott az útmunkálatok egyebek miatt. Konkrétan lehetetlen lejönni rendesen a hegyről, ez babakocsival meg végképp. Úgyhogy akinek van ráhatása, tenje meg, hogy egy kicsit próbálják meg fölgyorsítani. Én úgy gondolom, hogy a gyárdáról lemaradni és utána visszarakni, annak nem kellene, hogy 3-4 hétig tartson a 21. századba, de mindegy, ezt mindenki tegye a helyére. Bíró Gyula BFS képviselő a lakótelepen kiszáradt fák eltávolítását kérte a hivatal illetékesétől napirend előtti felszólalásában. Féláron léphetnek be a budaörsiek az Agárdi Popstrandra. Az önkormányzat megállapodásának köszönhetően, aki ellátogat a Velencei tó fővárosának is nevezett Agárdi Popstrandra, az, ha felmutatja állandó budaörsi lakcímkártyáját, akkor féláron strandolhat, és féláron nézheti a koncerteket is. Az önkéntesek további önkéntességet is vállaltak. A közrendre fizetés nélkül vigyázó polgárőrök újították fel a buszvégállomás épületét. Festettek és eltüntették a rongálások nyomait. A terület az önkormányzaté, az épület bérleti joga a BKV-jé, a rendbetételt pedig a polgárőrök végezték el.
Valljuk be, nem igazán a legszebb arcát mutatta eddig Budaörs azoknak, akik a buszvégállomáson szembesültek először a város meghatározó épületeivel. Az autóbuszpályaudvarnál csúnyább és lehangolóbb építményt keveset lehetett találni városunkban. Ideje volt tenni végre valamit az áldatlan állapotok megszüntetésére. Amint a szolgálatainkat végeztük, az egyik polgárőrtársam felvetette ezt, hogy tetszik neked ez az épület, így ahogy van. Mondtam, hogy nem, már évek óta ezt vagyok kénytelen nézni. És gondolom az utazó közönség is ugyanezt méltányolja, hogy még mindig nincs rendbetéve. Tegyük rendbe. Na ekkor indult, ez körülbelül egy olyan jó fél éve, mármint az ötlet. És ennyi időbe tellett, amíg a kivitelezésre sor került, ugyanis meg kellett szervezni a BKV-vel való kapcsolatnál, hogy szerződést kössünk, nem az övék az épület egyébként, hanem az önkormányzatunké, a terület is, de nem gondoskodnak róla, mint bérlők, hogy rendbe tartsák, Istenem, van ilyen. Az önkormányzatnak nyilván nincs erre embere sem, meg ideje sem, és ezért mi elvállaltuk, büszkén tehettük ezt, mert mondjuk tettünk azért, hogy a környezetünk tiszta legyen, és az idegenek is, akik nem itt laknak, azok is lássák, hogy van valami változás. Az ötlet megvalósítása nem kis szervező munkát igényelt. A közel 120 ezer forint értékű alapanyagot részben az önkormányzat, részben pedig a város egyik közeli barkácsáruháza biztosította. Próbálkoztunk különböző cégeknél, kedvezményezetten kaphassunk anyagot. Nem igen jött össze. Volt, amelyik halaszgatta, hitegetett, és így tovább, akkor tovább léptünk, és végre itt a közelünkben egy mondjuk ilyen profilú cég kedvező áron rendelkezésünkre bocsájtotta az anyagot. Természetesen ez hozzátartozik, hogy közelünkben lakó festőmázoló, tapétázó mester kijött, lemérte pontosan a négyzetméter alapfelületeket, és ehhez mérten kértük meg a festéket. Az önkormányzatnál az alpolgármester úr, a Török Cene István volt, aki a itt fellelt költségeket előterjesztve vállalta az önkormányzat részéről, hogy kifizeti. Tudnék, a kötöttségek miatt mi hiába kapunk támogatást, ilyen rovat nincs, hogy mi, mint civil szervezet ebből költhetnénk. A munkát az aktivisták kora reggel kezdték. Az eredmény pedig szinte rögtön láthatóvá vált az első ecsetvonások után. Reggel 7:30 már a csapat az nekiállt a munkának. Most már a fehér részeknek a második rétege készül itt elől, és hátul már a mázolásnak is bizonyos szakaszainak neki kezdtünk. Hát most mindig az árnyékos oldalon tudunk haladni, de nagyon jól halad a csapat. 15-16 fő körül vagyunk most jelen. A polgárőrök akcióját nagy örömmel fogadta a BKV is, sőt a jó példa a részükre még ragadósnak is bizonyult. Én nagyon jó dolognak tartom ezt az egészet. Egy az ugye, hogy az agglomerációban dolgozó BKV-s járművezetők örülnek ennek, hogy ilyen megszépül kívülről a végállomásunk. Tervezzük a járművezetőkkel, hogyha elkészül a végállomás, akkor belül is csinálunk egy nagy takarítást, hogy kultúrát körülmények között tudjunk dolgozni. A munkából nem csak a polgárőrök vették ki a részüket, néhány a környéket törzshelyének tekintő hajléktalan is segített az épület rendbetételében. Polgárőr úr szokott itt találkozni velünk, a kollégám is van, és megkért bennünket, hogy nem segítenénk. Hát miért ne? Hajrá, mink is itt tartozkodunk. Általában a végállomáson, baráti körömmel, és megkért bennünket, hogy jöjjünk. Segítsünk, mi eljöttünk. A Bandi bácsi megkért, hogy tudunk-e segíteni. Nagyon szívesen ráérünk. Általában itt anyázunk kint mindig. Ha nem üvegezünk vagy dobozolunk, akkor mindig itt ülünk kint. Miért ne segítenénk? Ez nem kerül pénzbe, nincs semmi jövedelem, mi segítségből csináljuk ezt. Mit tartja ezt fontosnak? Azért, hogy jól nézzen ki. És megmondom őszintén, hogy ha meglátom, hogy valaki összefirkálja, nekem elég hamar eljár a kezem. Ezek a 18-20 éves gyerekek, a drogosok. Meglátom, hogy egyszer fújnak valamit rá. Nem érdekel engem, mennyit kapok érte. Mi vállaljuk a balhét, azt viszont nem vállaljuk, hogy meglátom, hogy nem törik el a Mert biztos, hogy meg fogjuk így gyepálni, mert ennek nincs értelme, hogy szépen meg van csinálva, és egy kis senki házi, akit meg összefisztapirkálják, azért belőlük cigiznek, meg piáznak, hát
Jó, ha lehet, hogy gazdag gyerekek megtehetik, mi nem tehetjük meg ezt. Mert muszáj csinálni, amit kell. Mondjuk ez is a város, szép ítése végig is valahol, már azért elég év ott van a központban majdnem, ugye. Itt rengeteg ember járkál, ugye Ósán, stb. Úgyhogy ezért kicsit segítünk. Azért bízunk benne, hogy nem lesz szükség semmilyen atrocitásra a tisztaság megőrzése érdekében, és sokáig hirdeti majd az önkéntes összefogás szép eredményét a budaörsi buszpályaudvar épülete is. Ebben talán a környéken élők is segíthetnek majd. A lakók is, akik itt élnek, nagyon nagy örömmel vették ezt a kezdeményezést, és felkértük őket arra, hogy támogassanak bennünket abban, hogy jelezzék. Tudják, hol lehet bennünket elérni, és azonnal a helyszínre érkezünk, és ott ugye rendkívül nagyszerű kapcsolat van a budaörsi kapitánysággal, azonnal itt vannak a járőrautók, tehát nagy segítségünk ez ebben rendcsinálásban. Hozzáteszem, hogy lélektanilag ez visszataszító a nem graffitinak nevezendő tevékenységgel, mert ez bűncselekmény egyébként, hogy eltűnt az én szemetem. Tehát eltüntették. Akkor elkezd gondolkodni, hogy hoppá, itt odafigyelnek. Itt nem lehet akármit csinálni. És ez bevált, más helyen bevált, ott, ahol régen laktam, ott is ugyanez történt, egyik reggel tele volt festve a kapu, én magam saját kezelőre lefestettem újra, és utána egyszerűen egy tolvonás nem került rá. Hát körülbelül ebben bízunk, és mondjuk egyre erősödik ez az érzés a polgári lakosság körében, hogy a szemmozgalom, az a szomszédok egymásért mozgalom, az erősödik. A medence volt a legnépszerűbb a vakáció első hetében a Csiki pihenőkertben. A Régiség Búvár Egyesület által működtetett szabadidőparkban az első héten hivatalosan íjász, népművészeti és őskori régész tábort szerveztek, napközit és bentalvost. Természetesen ilyen foglalkozások is voltak, de játék is a kánikulában a jól felmelegedett medencében. Nem könnyű érdekes és egyben tartalmas elfoglaltságot találni a nyárra a gyerekeknek, hiszen jobb, ha aktív pihenéssel töltik a diákok a vakációt, és nem csupán a számítógép előtt ülnek. Ebben kívánnak a szülők segítségére lenni a budaörsi Csiki pihenőkert dolgozói is, akik sokféle programot kínálnak. Napközis és bennalvós táboraikba óvodás, általános és középiskolás gyerekeket várnak. A szünidő kezdetén a Csodaszarvas népe című baranta és íjásztábort, népművészeti tábort és őskori régésztábort szerveztek. Nektek ugye a csontból honnan alulról, ugye így jön egy másik fog, és az szépen kilöki a tejfogatokat, és lesz egy maradandó fogatok. Na hát ez a mamutoknál nem így van, nem teljesen így van. A mamutoknál ugyanis úgy van, hogy életük során összesen 6 foguk van egy ilyen állkapocs félben, és ezek a fogak itt lehet látni, hogy hátulról bújnak ki az állkapocsnak ezen részéből, úgyhogy bújnak előre felé, és kilökik elől ezt a fogat, ami ugye itt van, ez egy éppen használatban lévő fog, előre felé így kipottyantják ezt a fogat. És mivel 6 foguk van, ezért ha felismerjük, és ez folyamatosan, mint egy futószalag, hátulról előre jön, kinő, kipotja, jön, kinő, kipotja. Ezért mindig abból, hogy aktuálisan ez hanyadik fogalmit használ, abból meg lehet mondani, hogy körülbelül ez a mamut hány éves volt. Igyekszünk szélesíteni a választékot, hiszen ebben az évben már 10 évesek vagyunk, és nagyon sokféle programot eddig szerveztünk, és szeretünk volna ezt bővíteni. És szerencsére sikerült nagyon sok partnert találni ehhez. Most éppen a Természettudományi Múzeum paleontológusai tartanak a gyerekeknek bemutatót. Mi is egész héten igyekeztünk az őskornak a különböző korszakait megismertetni velük. Készítettek barlangfestményt, patintottak követ, kőbaltát, lándzsát, és természetesen régészeti ásatás is lesz a gyerekeknek. Amellett, hogy nagyon sok szabadidős program is van, fürdés, sportolás, játék, és hát a kézműves foglalkozások. A tábor utolsó napján minden alkalommal bemutatót tartanak a szülőknek. Őskorszak van, tehát be fogjuk mutatni azt, hogy hogyan készültek régen is az ősemberek, egy barlangi tánc lesz, hogy hogyan készültek a varázslat szertartására, és utána egy vadásztáncot fognak bemutatni közösen, aminek a végkifejlete a Freddy Béni lesz, mert ugye a Flintstone család, amit legjobban ismernek, és már elkészült félig az autó is, amivel be fognak zötyögni az előadás végén.
A másik pedig a honfoglalás, ugye hiszen mi egy Árpád-kori régészeti park vagyunk, és ezzel párosítottuk össze, és most az új jurtafalut elfoglalta a csodaszarvas népe, ahol a saját új külön jurtájukat is most rendezték be a gyerekek. Tegnap voltak például a Sóskúti Angel törzsnél a lovasi jász bemutatón, de ők maguk is íjászkodtak, tehát lóról és gyalogosan is íjászkodtak, megnézték az állatokat, megismerték ennek a nagyon szép sportágnak a szabályait, és ugye ez a kassai lovasi jász tematika szerint folytak az edzések nálunk is. Teljesen új a jurtafalu, a napmezején, ezen a csodálatos fák nélküli réten, amit azért neveztünk el napmezeinek, de igyekeztünk tavasszal is sok fát ültetni, és ezt gondozni a gyerekekkel közösen. És most mondják mellette már a gabona növények, azt is meg tudom mutatni, amit tavasszal ültettünk el az önkéntes fiatalok napján. Tehát már ott leng a búza, a zab, az árpa, a rozs, ami a honfogláskori faluknak fontos része volt. Már 6 éve ide járok, minden évben egyszer. Miért tetszik neked ez a tábor? Hát mert sokat régészkedünk, sok program van, izgalmas a tábor. Hát és a itt alvósnak a legjobb lenni, mivel este sütögetünk, meg miénk az egész tábor, amikor a napközisek elmennek. Mentünk egy ilyen lovas táborba, ahol lóról íjászkodtunk, hátrafelé, oldalra és előre is. De egyébként tudsz lovagolni? Nem. És akkor ez hogy ment tegnap? Hát felültettek a lóra, és akkor onnan kellett ijeszkodni. 10-15 bent alvós van most ezen a héten, az első hetekben, mert most még ugye nagyon most lett vége az iskolának, de júniusban, augusztusban viszont már sokkal többen, tehát 30-40 gyerek lesz itt folyamatosan, akik itt is alszanak. Illetve hát akkor érkeznek testvérvárosainkból, hadd mondjam el, idén is fognak érkezni Magyarkanizsáról, Kisújfaluból, és a Városvédő Egyesületek Szövetségével közösen lesz egy városvédő tábor, tehát az ország minden részéből fognak érkezni, Erdélyből, a felvidéktől gyerekek, akik itt fognak dolgozni, és a városvédelem részvevén, ugye itt fognak jurtát építeni, veremházat tapasztalni, tehát lesznek ilyen nemzetközi táboraink is, nem csak a hagyományos saját táboraink. A nyári táborok részletes programjait, illetve azt, hogy melyik táborra lehet még jelentkezni, a csikipihenőkert.hu internetes oldalon lehet megtekinteni. Jó néhány napközis tábor működik még a városban, a lehetőségeket bő egy hónappal a vakáció kitörése előtt már bemutattuk, és ezekben a hetekben valamennyit végigjárunk forgatócsoportunkkal, hogy azokat is bemutathassuk önöknek. Szóval a tábor téma a jövő héten folytatódik. Hamarosan sport, előbb a heti programajánlat következik. Dél-amerikai dallamok csendülnek fel Labant Ada fuvolaművész és Labant Csaba dalszerző előadó művész tolmácsolásában a Könyvtár zenei estek sorozatában. A program szerdán este 8 órakor kezdődik. A japánokkal mérkőznek kézilabdásaink. Érdekel közös csapatunk a japán junior válogatottal csap össze szerdán és csütörtökön a Budaörsi sportcsarnokban. Nymphák és fabulák. Ez a címe Gassner Ildikó és Somogyi Ferenc kiállításának, amely jövő hétfőn 18 órakor nyílik a Városházán. Hasznos időtöltést kívánunk a programokhoz. Sport következik. A budaörsi Ganz Kesjár Karate Klub versenyzői közül hárman is kiérdemeltek egy-egy bronzérmet a pozsonyi Grand Prix-n. Csató Roland, Csató Dániel és Csató Erik. A Honto Ryu elnevezési országos bajnokságon pedig 8 budaörsi szerzett egy-egy első helyet. Név szerint Hegyi Gergő, Bilisic Zalán, Nagy Gólem, Vladár Tibor, Bilisic Milán, Fehér Ádám, Csapó Dávid és Bilisic Bálint. De mint látható, második és harmadik helyezéssel is büszkélkedhetnek a budaörsi karatékák. Rekordnevezés volt az idei Liver nemzetközi gyermeklabdarúgó tornán. A kétnapos gálán 62 csapatban több mint 600 gyerek mérte össze tudását 5 korcsoportban. A házigazda liveres csapat egy harmadik és egy hatodik helyet szerzett. Több ponton is eltért az eddig megszokottól, az immár hatodik alkalommal megrendezett Pureco Liver nemzetközi gyermeklabdarúgó torna. Egyrészt a rekord érdeklődés miatt, másrészt azért, mert idén ünnepli 15. születésnapját a Liver. A jeles évforduló megünneplése azonban nem bizonyult könnyű feladatnak, hiszen szerény körülmények között végzi munkáját az egyesület. Így nem csoda, hogy a szervezőgárda a lehetőségeit meghaladó erőfeszítések árán tudta csak biztosítani a színvonalas lebonyolítást. Sajnálatos módon az idején volt sajnos a legkisebb a költségvetése a tornának ennek ellenére, ezért igen komoly áldozatokat kellett a klubnak vállalni, hogy ez működőképes legyen.
A jubiláló Liver 15 évvel ezelőtt mostoha körülmények között mindössze 60 gyerekkel kezdte el tevékenységét. Ma már 320 ifjú focipalánta kergeti a labdát a színeikben. A népszerű klub létesítmény terén is szeretne előbbre lépni. Hosszú távú tervük, hogy a sportcentrum szomszédságában új pályák építésével teremtsenek korszerű sportolási feltételeket a budaörsi gyerekeknek. A rendezvénynek a méretét a pálya is egy picit kezdi kinőni. Ebben ugye most szeretnénk egy újabb pályát építeni itt az Árok utcán, ebben a társasági adós támogatási formában. Én remélem, hogy ez sikerül, és akkor mind a lehetőségeink évközben, mind a tornának a milliója azért bővülni fog. Úgyhogy ez a következő célja a klubnak. Én remélem, hogy ez a közeljövőben meg is fog valósulni. A 2001-es korosztályúak bronzmeccsén a Liver a Baracssal találkozott. A mérkőzés első felében egyenlő erők küzdelmét láthatta a szép számú közönség. A játékosok igyekezete ellenére egyik csapat sem tudott előnyt szerezni. Az összecsapás hajrájában a budaörsi alakulat magasabb sebességre kapcsolt, Tóth Csaba edző taktikát váltott, biztonságos védekezés mellett villámgyors kontrákkal igyekezett részt ütni a baracsiak védelmén. A Liver támadójátéka látványosan feljavult. A finisben elsőként Kozma Szabolcs talált a baracsiak kapujába. A mérkőzés hátralévő perceiben a hazaiak okosan óvták a megszerzett előnyt. A végeredmény budaörsi Liver Baracs 2-0. A Liver győzelmének köszönhetően megszerezte a harmadik helyet. Nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, mert a csoportunkból harmadikak lettünk, és ezért ez nagyon jó. Sok edzéssel, meg hát az edző is sokat segített benne, és kemény edzés, jó rúgás. Abszolút meg vagyok elégedve a teljesítménnyel. Hát ahhoz képest, hogy a csoportban elég rosszul teljesítettünk, ez nagyon szép eredmény. Elsősorban a dobogóért akartunk felkerülni, és hát ez szerintem jól sikerült. A gyerekek mindent megtettek, és nagyon nagy motiváció volt számukra az, hogy a bronzéremért küzdhetnek. Én azt gondolom, hogy a csapat most megmutatta az igazi tartását, és azt gondolom, hogy az egyének is példát mutattak a többieknek, hogy hogyan kell vinni a csapatot a hátukon, úgyhogy nagyon jó teljesítmények is születtek. Akivel nagyon elégedett voltam, igazából a Fehér Kapás Zsombi, aki folyamatosan egy jó teljesítményt tudott nyújtani mind a védelemben, mind a támadásoknál. Koroknai Ákos is helye közel jól mozgott, magához képest azt gondolom, hogy kicsit még van benne valami, ami még kéne javulnia, és akivel még kimondottan elégedett voltam, ő viszont a Kozma Szabi, illetve a Pap Dávid. Tehát ez a három játékos azt mondom, hogy vitte a csapatot magán, úgyhogy neki gratulálok. A 2001-es korcsoportúak döntőjét a Székelyudvarhely a Vác gárdájával vívta. A gólok sorát a Váci Kassa Balázs nyitotta, a folytatásban is a váciak akarata érvényesült, Skulka Botond és Dömöken Rikó góljával tetemes előre tett szert a dunakanyari alakulat. A lelkes székelyudvarhelyiek minden erőtartalékukat bevetve támadtak, a későn jött Kerescsé József által szerzett gól azonban lényeges változást már nem hozott, csupán a vereség arányát szelídítette. A végeredmény Székelyudvarhely Vác 1-3, a váciak végeztek az élen. A kétnapos gálát a Komló Mészői focisuli 2002-es döntője zárta. A mérkőzés hőse a komlói Schuster Roland volt, aki ellenállhatatlanul játszott. Az angyalföldi játékosok nem tudták tartani a tehetséges labdarúgót. Ronald 5 góljával oroszlán részt vállalt az aranyérem megszerzéséből. A Mészői tanítványok becsület gólját Kriskó Dominik szerezte. A végeredmény Komló Mészői focisuli 5-1. Hát a csapatoknak is köszönhetem, ilyen jó játékosok vannak. A cserék is hozzátettek, mindenki hozzátett az első helyhez. Sok gyakorlásnak köszönhetjük. Nagyon örülök az első helynek, mert tavaly ugye egyel kisebb korosztály ugyanezzel a csapattal az U9-ben harmadikak lettünk, idén úgy jöttünk fel, hogy legalább egy helyet javítunk, hát kettő lett belőle, örülünk. Nagyon nagy értéke van, mert szerintem egy elég nívós torna, legalábbis a mi kis csapatunk számára ez egy nívós tornának tűnik. Ugye rengeteg Pest környéki csapattal, örülünk, hogy ide fölhívnak minket, eljöhetünk, mert szenzációs ez a létesítmény, a környezet, minden. Tehát mi boldogok vagyunk, hogy ilyen helyre eljöttünk fotizni, úgyhogy minden egyes sikernek mi nagyon örülünk. A torna végeredménye még egyszer, a 2002-es korosztályban első lett a Komló, második a Mészői focisuli, harmadik pedig a Pécs. A 2001-es korcsoportban a Vác végzett az első helyen, utána a Székelyudvarhely első csapata, majd a budaörsi Liver következik. Két kemény nap áll mögöttünk. Kemény volt azért, mert az időjárás az 40 fok körüli volt mind a két nap. Ez a gyerekeknek és a rendezőknek is azt gondolom, hogy egy komoly kihívás volt.
És kemény volt azért, mert valóban a határait feszegetjük a rendezvénynek. Ez azt jelenti, hogy az idén rengeteg csapat jött el hozzánk, és rengeteg nevező volt, úgyhogy ez a 62 csapat, aki itt játszott a hétvégén, ez mind számában, mind színvonalában azt gondolom, hogy a legjobb tornának nevezhetjük. Harcművészeti bemutatót tartottak Budaörsön. A rendező az Eres Testkultúra Egyesület volt. A céljuk az, hogy a széles közönséggel is megismertessék a sokaknak rejtélyes sport kulisszatitkait. Az eszkrima első mestere, Lapu-Lapuha, legendás vezér és harcos volt. Ő vezette 1521-ben azt az alakulatot, amely páncél nélkül botokkal és késekkel felszerelve csúfos vereséget mért a jól felszerelt spanyol csapatokra. A harci módszer letisztult formája a Fülöp-szigeteken ma is honos, egy tradicionális fegyveres és pusztakezes harcművészet. Jellegzetes gyakorlóeszköze a rövid bot, melyet párban is használnak. Magas szinten művelik még a késharcot és a pusztakezes önvédelmet is. Az összetett stílus erősíti a testet, fejleszti a kézgyorsaságát, az állóképességet, a reflexeket és az azonnali helyzetfelismerést. Az 1975-ben megalakult Nemzeti Arnész Szövetség sokat tett a harcművészet fejlesztéséért. Ma már a legjobb harcosok világversenyeken is összemérik erejüket. 2004 tavaszán kerültem kapcsolatba a Dos Separes Eskrimával, egy nagyon jó régi karatés barátom szólt, hogy van egy lehetőség erre a sportágra, úgyhogy ő hívott ide le, ő hozta be egyébként Magyarországra, úgy hívják az urat, hogy Zokner Szilárd, nagy szeretettel üdvözlöm és nagyon sokat köszönhetek neki. Én akkor már több mint 30 éve foglalkoztam a JK és Otokán karatéval, és mint karatemester nagyon megfogott ennek a sportágnak a dinamizmusa, a mássága. Minden olyan dolog, amit eddig a karatéban nem kaptam meg, itt ugye eszközökkel kell dolgoznunk, a rövid botokkal, illetve egy késsel, úgyhogy teljesen más a felépítése, teljesen más a mozgás koordinációja, úgyhogy valójában ennek a vadsága, a szépsége, a dinamikája fogott meg. Budaörsön már régóta dolgozunk, évek óta ebben a teremben, itt tartok Dos Separes Eskrima edzéseket vasárnap délelőttönként, de tartok Shotokan karate edzéseket, ezeket nagyon régóta már Budapesten tartom. Sági Ferenc barátainak köszönheti, hogy megismerkedett az eszkrimával. Versenyeken nem indul. Nézete szerint a harcművészet a legideálisabb sport, ami biztosítja az egészséges mozgást, a jó közérzetet, oldja a stresszt és növeli az önbizalmat. Ismerősöktől hallottam ezt, hogy van ilyen botos harcnak nevezett valami, kiderült ez az eszkrima. Ez 2-2,5 éve volt. Eljöttem, megnéztem egy edzést, de hát nem csak nézhettem, hanem a mester azt mondta, hogy akkor be is kell állnom, ha már itt vagyok. És nagyon megtetszett a dolog. Hát nehéz volt először, ugyebár ehhez hozzá kell szokni, teljesen más mozgás, mint akármelyik sport. De most már úgy kezd menni. Sokkal nyugodtabb vagyok az életben. Tehát itt levezetem a stresszt, és ez jó. Tehát itt otthon nyugodtabb vagyok, kiegyensúlyozottabb. Itt azért kimegy az a stressz, és ez nagyon jó. Egy ilyen mesteri szintet, egy tudást, egy szintet, egy utat kijárni, ami nekem a lényeg lenne. Hegedű Zsombor a kungfut és az eszkrimát párhuzamosan űzi. Szerint a két harcművészeti stílus tökéletesen kiegészíti egymást. Nekem egy nagyon jó barátom ajánlotta az edzést, aki a senseinek a tanítványa volt még, karate és ugyanúgy eszkrima tanítványa. És nekem van egy harcművészeti múltam, tehát én judoztam 5 évig, és úgy gondoltam, hogy valamit csinálnom kell. Ezért elkezdtem kungfuzni 2,5 éve, és 1 éve pedig megtaláltam az eszkrimát, ami a két dolog tökéletesen kiegészíti egymást. Egyszerre üzem a kettőt, tehát újdonságot az jelentett kicsit gyakorlatiasabb. Tehát én úgy érzem, hogy ha egy ilyen tudás birtokában van az embert, akkor az egyrészt fizikailag is nagyon jövedelmező, és szellemileg is önbizalmat ad. Hogyha az utcán van egy olyan szituáció, amit alapesetben nem tudnék kezelni, akkor talán az eszkrima tud adni egy pluszt a végső esetben természetesen. Én teljesen ajánlom mindenkinek, itt a társaság az nagyon jó, a senseinél én jobb edzőt nagyon keveset láttam, ha láttam, nem is hiszem, hogy láttam, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, ez egy fizikális és szellemi löket az embernek.
Én leginkább fiatalabb korosztálynak, a 16-17 éves korosztálytól ajánlom, gyerekeknek nem igazán, és minden olyan egészséges embernek, aki a szabadidő hasznos eltöltését szeretné megvalósítani, önvédelmet szeretne gyakorolni, illetve ki szeretné magát próbálni egy olyan érdekes harcművészetben, ami Magyarországon nagyon-nagyon keveseknek a erénye. Mi nem ezért csináljuk, hogy mi megvédjük magunkat az utcán, hiszen mi eleve nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy ezt nekünk kellene használni. Én azt mondom, hogy ennek a haszna valójában az együtt lévő munka, az egymás segítése, az egymás építése, és a közösen eltöltött nagyon jó idő. Leginkább, amilyen nagyon sokan szeretnék ezt a sportágot kipróbálni, az a specialitása, a kés technika, a késnek a használata, a késharc, hiszen azért sajnos manapság nagyon-nagyon sokan hallunk ezeket a tragikus dolgokat, hogy megkéselnek valakit, vagy egyéb ilyen atrocitás éri. Én azt gondolom, hogy ezek ellen a személyek ellen egy igen kiváló, a világon az egyik legjobb harcművészet. Aki szeretne megismerkedni az eszkrímával, jelentkezhet Rab Sándornál. Elérhetősége a képernyőn látható. A mai műsor végére értünk, emlékeztetem önöket honlapunk címére, bvtv.hu. Itt az aktuális műsort és a korábbi adásainkat is megnézhetik, mert hogy archívumunk is van. A képernyőn ott van e-mail címünk és telefonszámunk, várjuk leveleiket és hívásaikat. És találkozunk jövő héten, hétfőn este 7 órakor a következő Városi Magazinban. Viszontlátásra!